Hello! Szevasztok, gyerekék! Mi újság van? Keeper megérkezett. Tegnap nem volt videó, meg live, meg semmi. Ne kérdezzetek, miért van itt egy mérőszalag szalag az asztalomon, meg nem ártana, hogy fölvenni a Keeper a fejhallgatót, hogy most már így akkor teljesen professional gameplay-vel lesz részletek. Szemüveget levesszük, mert minek az ugye, meg is borotfálkoztam, igen ilyen, amikor megborotfálkoztam, de nem húzom az időt, belevágunk a löcsóba, hoztam nektek olyan modokat, amiket be akarok mutatni, most eltelt egy-két nap, és ide jöttek néhány darab mód, várjátok egy picit, lejjebb hangosítom, mert nagyon esik az eső, nagyon esik az eső. Mi újság most, srácok, egyébként, ne haragudjatok, hogy kimaradt egy rész, de képzeljétek, intézem a Lada projektet, hogyha minden oké lesz, akkor szombaton lesz egy hatalmas nagy live, amiben, hát hogyha megyek egy Ladát megnézni, aztán hazafele lehet, hogy live-ozunk, de egyébként még az Isten tudja, hogy fog történni az esemény, úgyhogy nem akarok semmit biztosra mondani. Majd meglássuk, jó? Meg nem tudom mikor megyek, nem tudom mit, semmit nem tudok gyerekek, de valami lesz. Valami készül, és azért nem volt videó, mert nagyon rá vagyok erre függve aztán. De most miért erről beszélek? Gondolom semmire nem vagytok kíváncsiak, csak arra, hogy milyen gépeket hoztam nektek. Hát, most találkozni fog a múlt, még jobban múlt. Közepesen múlttal, mert igazából ez is egy múlt. Hoztam ide egy International Harvester-es tetort, amelyik eléggé nagy. És van ebből még egy hatalmasabb verziónk, amit nagyon gyorsan megmutatok. Ez nem más, mint egy ilyen. Igazából ez is ugyanaz, csak dupla kerék el van bögáldva. És hoztam kicsi-kicsi traktorokat, jaj, meg hoztam egy barkaszt. Leírásban nem vannak a linkek, mindenki tudja letölteni. Egyébként a barkaszt azt tök jól lehet konfigurálni. Lehet úgy is, hogy ilyen üzemanyag, meg ilyen mindenféle szállító legyen, meg lehet úgy is konfigurálni egyébként, hogy platós legyen. Nem már Kinder tojások vannak felfűzve az antennára. Hát nem így szokták a Kinder tojást felhúzni, hanem csak a sárgáját tudjátok. De egyébként tök jó néz ki ez a barka, szép szerintem. Ki kellene próbálni, arra vagyok kíváncsi mindig, hogy mennyire sárosodik, jó? Megnézzük, aztán akkor rámegyünk a többi gépre is, gyerekek, beleviszem. Figyelj, sárosodás tözt, azt itt fog lenni, jallor, ide belecsapatja a Keeper. Na, szerintem tök jól néz ki, és azt néztem, hogy a belső nézet is ilyen nagyon jó, autentikus, gyerekek. Körözbe forgassuk a kormányt ezerrel. Van ott egy jó kis kóla, van egy papírtörlő, nem tudom, hogy minek, ki akarja valaki csapni akkor, meg van egy cigarette. Egyébként van egy ilyen nézetünk is, amivel innen tudjuk nézni. Na, gyerekek, adjunk neki. Kíváncsi vagyok, hogy sárosodik-e a vörda. Egyébként tényleg nagyon jól megy, nekem tetszik nagyon ez a kis szekér. Végre egy jó kis mód, amit tudunk akármire is használni. Hát mindenre azért nem. Mondjuk lehet, hogy portkocsit nem lehet utána akasztani, de majd mindjárt kipróbáljuk. Megnézzük, mennyire lapulnak be. Ja, meg azt hiszem, hogy ki lehet nyitni a ajtóját is. Várjál már, hogyan? Úgy emlékeztem, hogy ki tudod csapni ott a ajtót, figyeld. Hoppá, meg a másikat is. Ki tudod csapni, meg tudod nézni, hogy kit ütöttél éppen el, vagy kit nem. Marinak be tud szólni okosba. Na, küldjük neki okosba, Keeper nem lesz ostoba. Nem sikerült. De az, mi, várjál már. Nem lapul be a kerék? De lapul, ja, jó van, oké, lapul. Szépen lapul a kerék, csak egyébként az tök hülyén van megoldva, hogy majdnem minden járműnek ilyen keréknyoma van. Ezt nem annyira csinálták meg szépen a Keepernek. Na, megyünk egy-két karikát, küldjük neki mind az őrület. Tudom, most automatában van. Most az a lényeg, hogy sárazzuk be a vördát. Egyébként hoztam egy ilyen kis klassz rakodót is, egy ilyen kis picit. Nekem nagyon bejön ez is. Kis kellemes. Nézzük közönséget, nem csapjuk el. Most ugye sározási teszt van. Egyébként ez megy szépen a sárba, 60 a vége. De egyáltalán nem érzem csitesnek. Mondjuk a szántásban lehet, hogy nem tudom mennyire haladósan menne. Ja, és igen, több konfigurációs lehetőség van. Úgyhogy próbáljátok, vigyétek, csapjátok neki ezzel a jó kis barkasszal. Autentikus gameplay-eket lehet vele csinálni majd. Keepertől kérdezitek, hogy lesz-e kampány, mármint hogy toljuk-e majd. Rendesen vagy csak géptesz lesz örökké. Operenciális tengeren túl és...
onnan innen, ahol a kurta farkú balac túr, nem lesznek egyébként, csak én még kicsit várok. Én kicsit várok a modokra, egy jó módpakot tudjak összedobni. Na nézzük meg, hogy koszosodott-e a vörda, vagy nem. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Figyeljetek, hát kicsapom az ajtót, azt úgy szállok ki, hát okosba. Ja, hát nem koszosodik, jó van. Mert ez nagyon sajnálatos egyébként, hogy a modifikációknál nem tudom, hogy ezt miért nem sikerül bekapcsolni sose. Na, viszont, akkor meg akarom mutatni még azt, amit hoztam. Szerintem ez is egy tök jó mód, tesztelgettem. Egy kicsit annyi, hogy ez nagyon könnyű. Úgyhogy, ha nagyon kitorod a gémet, és hogyha nagyon nagy súly van benne, akkor azért szeret előre bukcsizni. Hogyha ilyen nagyon hirtelen mozulatokat teszel, ugye nagyon könnyen tudja mozgatni a járművet. A rakomány viszont tök jó törzscsuklós, nagyon kis fürge, szerintem tök jó lehet vele pakolni. Meg ugye, hogyha vannak olyanok, akik a klasszot preferálják, az ilyen rakodógépekbe, azok akkor most így megtalálják a számítást. Szerintem tök szép. Meg kéne nézni ennek is egyébként, hogy koszosodik-e vagy nem, úgyhogy annyit tegyük még meg. Nekem benn van egy ilyen Real Cabin Wife, amivel ugye a fickó is benne van, és a nagy kalap fejét, nem látjuk sajnos normálisan az utat, úgyhogy azért bocs, ez fakereszt. Ó, jó, a kerekek azok legalább látom, hogy már koszosodnak. De szépen működik ez itt a sárba is, szerintem tök jó. Nekem egyébként ez tetszik, nem ilyen nagyon nagy horály, viszont kis fürge, kellemesen lehet vele dolgozni. Egy ilyen klasszos gépparkhoz tök jól illeszkedik. Úgy gondolom, úgyhogy ez nem rossz. Viszont, aha, tök jó elsüllyed a kerék. Szépen, szép. Úristen, hogy ez nagyon eltömődik. Tök fain. Tetszik. Jó, szerintem tök jó ez a cucc. Annyi, hogy úgy látom, hogy nem nagyon sárosodik. Bár aztán lehet, hogy egy idővel fog. De hát egyelőre nem nagyon. Van mindenhol is lámpecskú. Háttól is, elől is mindenféle munkalámpa. Tök jól működik rajt. Szerintem egyébként faj. Nekem nagyon tetszik. Nekem tetszik ez a cucc. Meg amúgy ezeket a klasszokat nagyon bírom. Csipem. Egyszer néztem egy ilyen klassz bemutatót, nagyon vicces volt. Azt hiszem Vai Pistájék, a Speed Zone-ból mentek ki. Aztán így ott volt például, oda mentek egy nőhöz, és akkor kérdeztek tőle valamit, és akkor jön vissza a riporter a Pistájékhoz, lehet, hogy mondjuk Pista nem volt ott, hanem többi speedzonos, ezt tudja ott, hogy hívják ezt a csajt? Úgyhogy klassz, hogy az egy gyakorlatilag az egyik örökös volt, tulaj volt, az volt a neve, ugye? A névadója a cégnek, nagyon durva volt, tök jó, így megilletődtek. Jó, hát ez nem rossz ez a cuccas, nem olyan, hogy klassz volt, de szerintem klassz volt. Jó ez a két mód, amit ugye mutattam, én szerintem tök jó használhatóak. Viszont térjünk rá a traktorokra és a tesztekre. Hoztam 1930-as évekből kettő darab traktort, az egyik az nem más, mint egy Ford. Egyébként ezek módpakkok, úgyhogy nyugodtan lehet őket variálni, csomófajta motort lehet beléjük rakni. Ki tudod választani, hogy melyik évjáratot akarod kipróbálni, és attól függően ugye változik az eleje, akkor ugye tök így részletesen meg van csinálva, tehát minden évjáratnak megfelelő a kinézet. Ugye itt például ez egy későbbi, azt hiszem 1944-es talán, ő neki már ilyen ráhűtőmaszkja van, de valamelyiknek teljesen más, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, egy csomó fajta mindent lehet rájuk pakolni. Én mind a kettőből van különböző verziók, a Fordból is, meg a másik ugye az nem más, mint egy Farmol, igen, és igen, és kettőt hoztam belőlük, próbálgattam itt, mondom, nézzük meg, hogy mit tudnak. Ugye ezek ilyen tipikus, hogyha ilyen retro gazdaságot akarsz indítani, hát ez konkrétan a legelső traktorok közül valók, de tök jó meg van csinálva, működik minden rajt, gyakorlatilag a váltó, ahogy kell. Tök érdekes az elrendezése ennek a traktornak, hogy úgy van megcsinálva, ugye, például vegyük a Kirovec K700-at, vagy a K700, ja, vegyük a K700-at. Ugye ott is úgy van megoldva, hogy a jobb oldalon van a kormány a traktorba, és ugye itt kifejezetten még inkább látszik, hogy miért is van az, hogy jobb oldalon van a kormány, és miért van gyakorlatilag az egész motor
a hajtómű része, ugye a motor része el van tolva balra, azért, hogy ugye teljesen rá tudj látni gyakorlatilag a jobb első kerékre. Ez nagyon, nagyon, nagyon beteg jól meg van csinálva, gyerekek, mert ugye az pontos például szántásnál is, meg különböző műveleteknél, és tök jó látod az egész rendszert. Nekem ez tök tetszik, hogy ez így van megcsinálva, és az valószínűleg, hogy ez egy nagyon hiteles dolog. Egyébként itt hátul látni, ez valószínűleg a lapos szíjhajtásnak ugye a hengere gyakorlatilag, vagy lapos szíltárcsa, amivel ugye különböző cséplőgépeket és eszközöket ugye tudtak működtetni, hát ez biztos vagyok benne, hogy úgy van. Ugye néhány traktornak az úgy van megoldva például, és gyorsan akartam mondani melyiknek, de szerintem de nem jut eszembe, basszus. Lance Bulldognak is például, hogy itt van ugye, közvetlenül a főtengely, nem, van egy ilyen lehajtó része, vagy pedig áttételezve, de az a lényeg, hogy itt az elején van ez a lapos szíjtárcsa. Na jó, gyerekek, próbáljuk ki, hát mindenképpen akarok vele húzni egyet. Most automata, a gyerekek, nem tudom melyik pótot, hát valószínű, hogy ezt a pótot kellene megpróbálni. Nagyon nem fogunk itt nagyon mélyre merő teszteket csinálni, de szeretném megpróbálni, hogy mennyire csites, vagy mennyire nem csites ez a jármű. Hogy azért, hogyha valaki be akarja integrálni ugye a játékába, akkor mégis lássuk, hogy ez mennyire használható, vagy mennyire nem használható, vagy mennyire túlzottan erős ez a gép. Ugye ilyenkor annyit fogok csinálni, bocsánat, hogy itt van egy ilyen kis közjáték, de ugye a beállításoknál a sebességváltó módot azt átállítjuk kézire. Hát itt nem annyira fontos, gyerekek, nem, itt nem állítom át. Legyen automatikus, mert általában azzal játszanak az emberek. Nyomunk inkább egy tempomat 10-et mondjuk, bár lehet, hogy addig el sem fog érni. És akkor nyomunk egy 3-as gombot. Ugye ez nem egy ilyen nagyon véremenő teszt, mint amiket csináltunk, hanem igazából csak ki akarjuk próbálni ezt a traktort. Ejha! Ja, hogy? Gyerekek, az erő az megvan, úgy látom. Aztán ezen kívül nagyon sok minden nem. De végre meg van csinálva ugye, hogy ez nem egy összkerekes traktor. Az előzőket, amiket próbáltunk, ilyen UTB-ket, azoknál volt az, hogy a gyerekek, hát igen, ezt nem erre tervezték ezt a traktort. Hát igen, jó. Viszont legalább egy abszolút nem csites, viszont tök jó sárosodik. Eddig legalábbis a kerekek. Így gyerekek. Ezt megpróbálom kitolatni innen. Tehát ugye ez egy modern pótkocsi, nem igazán erre találták ki. Ez valószínű, hogy még egyenes terepen sem nagyon tudná elhúzogatni. Ugye megpróbáljuk, elfordulunk egy, megpróbálunk balra fordulni. Jó. Jó, igen, oké. Itt a székek mögött megpróbálok elmenni. Még az egy kicsit akarom tesztelgetni. Viszont érdekes, az ereje megvan. Azt hiszem, hogy egy elég nagy motort raktam, a motorválaszték csúcsát, ami azt hiszem, hogy 25 lóerővel birkózik. Pillanat, gyerekek, ezt levalkítom. Drága jó édes bátyám írt egyet. Egyébként van egy bátyám, nem tudom, tudjátok-e. Bazza, gyerekek, itt azért vannak problémák. Föl se akar kapni, hallod, arra az a... Aha. Hát ez nem fog felkapni. Nem fog felkapni. Nem kap fel erre a térkövezett részre, mert akkor figyelj, oda nézzél, mi van itt. Aha. Jó, hát nem baj egyébként. Legalábbis látjuk, hogy abszolút nem mondhatjuk, hogy csütes a jármű, de maga a kidolgozása gyönyörű. Én nagyon szeretem ezeket a régi traktorokat. Ugye... Én úgy gondolom, hogy ha valaki nincsen tisztában akármilyen szempontból is a múlttal, akkor úgy nem nehéz lenne értelmezni a jelent, és ugye nem nehéz lenne belegondolni, hogy mi van a jövőbe. Mivel a múlt az múltunk akármilyen szempontból is, például a mezőgazdaság szempontjából is, teljes mértékben ugye hozzátartozik. Hogy mondjam? Abból alakult ki, ugye? És hogyha így látod az egyetfejlődést, akár a gépeknek a gépek terén, akkor így próbálod megérteni, hogy miért történtek úgy a dolgok, ahogy miért alakultak ki úgy, ahogy most kinéznek. Hát gyerekeket ezt nem fogjuk tudni elhúzni, viszont
Most legalább nagyon jól látszik a talajdeformáció, hogy mennyire brutálisan széjjel vágtuk itt a dolgokat. És amikor egy ilyen kicsi traktorral próbálsz ugye közlekedni egy ilyen mély talajon, akkor ugye látszik leginkább, hogy ez mennyire befolyásoló tényező tud lenni. Mivel, hogyha idehozol egy nagy új traktort, akkor azért nincsenek ilyen nagy hatalmas problémáid. Viszont itt azért vannak. Jó, hát megyek még egy karikád vele. Hát többit azt meg sem próbálom, meg lehet, hogy rá se lehetne fogni. Hú, hát azt a gyerekek, mekkora ideiket csináltunk ide. Mekkora ilyen nyomvájukat. Nagyon jó, tök jó. Egyébként nekem tetszik ez a traktor. Én bírom az ilyen, tudjátok, és koszosodik, tök jó. Tudjátok, volt a sorozat a 100 éve a mezőgazdaságban, ami körülbelül 25 éve a mezőgazdaságban, ott tartunk belőle. De most nagyon lefoglal engem ez a farming szimulátor, úgyhogy bocsánat érte. Szerintem ez egy jó használható traktor, srácok. Most nem tempomattal megyünk. Viszont nézzétek meg még a lapos szín lehajtásnak a tárcsája is animálva van. Még az is mozog, nagyon tetszik. Tök jó. És ugye, akkor is mozog, amikor alapjáraton vagyunk. Hogyha autóban... Ez nagyon jó. Mivel ugye ezt arra használták, hogy gyakorlatilag különböző eszközöket, cséplőgépeket, vagy akármit is tudtak vele hajtani. Egy hatalmas nagy lapos szíjjal, ugye a cséplőgép akár jó pár méterrel is távol is lehetett. Egy nagy lapos szíj hajtotta meg ugye annak a szerkezetét. Mert ugye ebben az időszakban még a kombájn az nem létezett, hanem gyakorlatilag cséplőgép volt. És később kellett ugye... Lett az, hogy a cséplőgépnek raktak kerekeket, és raktak vágóasztalt, és úgy lett a kombájn. És ez pont ez az egyik ilyen egyedfejlődés, ami ahhoz vezetett ugye, hogy kialakult a kombájn, és az úgy alakult ki, hogy először volt cséplőgép, lekaszálták ugye kézzel a gabonát, és akkor elvitték, és akkor a cséplőgéppel csépelték ki. És akkor gondoltak egyet ugye, hogy hát hogy lehetne ezt megoldani, sokkal inkább hatékonyan, mi lenne akkor, hogyha a cséplőgép ki lenne a földön, és mi lenne akkor, hogyha a cséplőgép vágná is egyből az anyagot, és gyakorlatilag a cséplőgép, az a szerkezet, ami gyakorlatilag egy kocka, az belekerült ugye a kombányba, még mindig megvan az a cséplőszerkezet, ugye, elé ugye raktak egy vágóasztalt, és utána ami behordja ugye a megfelelő helyre, bekerül a cséplőgépbe, és akkor gyakorlatilag egyszerre megtörténtek ezek az események. De ugye ez egy evolúciónak a végeredménye, hogy ez kialakult, mert ez nem így volt. És úgy, ahogy próbálták az akkori mérnökök így megoldani, hogy ez minél hatékonyabb legyen, úgy találták ki ezt a folyamatot, és úgy lett gyakorlatilag az először kézi cséplésből, kézi aratásból, utána lett a cséplőgép, utána csináljuk azt, hogy az egész egy szerkezet legyen. És ezek, én azért is szeretem az ilyen régi mezőgazdasági gépeket, mert innen indultunk, és oda jutottunk, mint például, vagy nem ide jutottunk, mert ez is ugye egy már retro gépnek nevezhető, ez az International. De ez nem úgy születtek meg a traktorok, hogy egyből egy mondjuk 2020-as évjáratú New Holland volt, de gondolom ezzel mindenki tisztában van. Na gyerekek, elővesszük, ez szerintem egy kicsit jobb lesz, egy picit jobb lesz. Ez egyel modernebb traktor, ez azt hiszem, hogy 1940-es évek vége talán, ugye Ford. Egyébként ugye a Fordnak is a traktorjai, ugye az autógyártásba indult ugye a Ford, de emellett eléggé nagy hatása volt ugye a traktorgyártásra is, és rengeteg fajta traktor gyártott. Például ezt az N-szériát, amik már egy kicsit elég modern, ugye megpróbáljuk vele hát, hogyha meg tudjuk húzni ezt a pótot. Én nem is, nagyon jó van a kész. Na várja. Az a baj, hogy most már ezek a nyombájuk, ezek eléggé fájdalmasan érintenek minket. Hú, gyerekek. Hát én próbálkozok, hogy megmozdítsam, de a legnagyobb probléma az, hogy beleült a forgonyzsámolyosnak az első kereke
abban a sárba, úgyhogy innen nem nagyon tudjuk kiúzni. Lehet, hogy azt csináljuk, hogy mindjárt hozzuk az International Harvestert. Ismerősömmel, Ferikével folytattam egy ilyen diskurzust múltkor, hogy ugye ő csodálkozott, hogy milyen, mi az az International Harvester. Ő azt hitte, hogy az egy orosz márka, és mondtam, hogy hát dehogy, hát mondom, tele van a farming is IH-kkal. De hát a kezdő az kész. Hát mondom, az persze, igen, az kész. Mert ugye volt az International Harvester, és akkor az később, 80-as években, nem is tudom, 88 körül, ugye fúzionált a késsel, és akkor ugye így lett a kész IH, gyakorlatilag a kész International Harvester. Ugye az új kész traktorokon is, a kész után ugye ott van a régi International Harvester logó, a H-ba van egy I betű. Úgyhogy ez is egy tök érdekes. Igen. Igen, igen. Na, gyerekek, ki kéne azt rángatnom onnan, meg lehet, hogy meg kellene próbálunk egy másik traktort, ami nem lesz más akkor, hogyha erről beszéltünk, egy ilyen csoda. Ez is nagyon szépen ki van dolgozva, nekem nagyon, nagyon bejövős. Hát ez mennyi, mi ez? Ez egy V8 akar lenni egyébként? Nem mondod, de nem, nem hiszem. Itt van a, itt van a kipufogó oldal, itt van a szív oldal, ugye, és ráadásul kellene lenni valahol egy turbónak is. Hát ja, ez valószínűleg, hogy egy hány henger? 1, 2, 3, 4, 5. Ez egy sor 6. Itt van ugye az adagoló. Aha, oké. Igen. Ez egy sor 6, gyerekek. És egy turbóval meg van durranva még ráadásul, kis okosba. Hát igen, nincs teljesen kidolgozva, mert kipufogócső, nézzétek meg ott üresen. Hát a turbót már lelopták róla, azt pedig az kipufogócső volt, ugye? Aha. Nem látom a turbót, szerintem a turbó, pont a turbó hiányzik róla. Nézzétek, itt ott van a kipufogócső, és az pont nincsen meg. Hát nincsen szépen kidolgozva, teljesen. Jó, oké. Okay. Hát induljunk, viszont a turbónak a hangja az megvan, gyerekek. Ez a hang! Várjatok, ezt meg kell hallgatnotok, apám! Főhúzom kicsit a hangerőt. Ez a tipikus sor 6 turbóhang, ami a rába steigerekben is, ugye a 250-es rábákban is, vagy a 300-asokban is felfedezhető. Sor 6, diesel, turbó. Na, meg egész jól néz ki a belső. Szerintem ez egy megint egy tök jó használható traktor. Nagyon várom, hogy most már legyenek keleti járművek is. Hogyha már egyszer ilyen... hát azért az lehet idejénén kepesztetni meg az a... Jézus, mekkora... Várjál már elvakítom. Mekkora kormot köpesz, gyerekek? Mekkora kormot? Na mindjárt megpróbáljuk, de hát ő neki egy... Neki mindenképp egy nagyobb... Nagyobb pótot szárnak. Ó, nagyon jó gyerekek. Viszont ő neki egy, ne visszük egy tíz tempomatra, és akkor úgy megpróbálunk húzni, hogyha el fogja húzni, akkor jönnek a következő pótok. Milyen a hang? Ah, de jó hangja van! Mi ez? Mi ez, gyerekek? Rendesen megpattog. Fasz. Aha! Gyerekek, izébe húzta, halljátok, ilyen tizen akár mennyibe. Ugye itt nincsen, itt csak sebességek vannak, nincsen váltó mód. Nagyon hatalmas húzott, nagyon jó volt.
Viszont szerintem fogok egy nagyobbat is húzni vele, megpróbálni. Úgy, hogy manuálba kell kapcsolnom, ez nagyon szétpörgeti a kerekeket. Ezt folyamatosan rúgtunk, halljátok. Körülbelül megtettünk egy ilyen 300 métert, talán, és még ráadásul körülbelül szerintem a kilométer óra, hogyha van benne, akkor vagy 3 kilométert mutatott. Te! Ez nem szorra gur itt ez a gép, gyerekek! Tizen valamennyibe, várjatok, én rakok egy izét, sebességváltó manuált, kézét. Ez nagyon szétpörgeti magát, mindjárt lejjebb veszem én. Na így már barátibb. Így már barátibb, mert gyakorlatilag... Nem bírom ki, hát ezt hallanatok kell, inkább nem dumálok, de ezt hallanatok kell, ahogy leesik a fordulat, ez nagyon jó, nagyon durva. Ennek nagyon elkapták a hangját. Gyerekek, eddig nagyon elkapták a hangját, és szándékosan váltottam fel magas fordulat sebességi fokozatba, hogy küzdjön, szenvedjen, ciripeljen. Nagyon durva. És koszosodik. Ah, ez gyönyörű, ez nagyon jó az amúgy. Ez a hang, ez megérte. Azt a gyerekek, ez nagyon tetszik. Ezért raktam egyébként ki elakadási jelzőt, indexet, meg minden. Viszont nincs rajt, semmilyen lámpa. Vagyis a lámpa az van rajt, de index az nincsen. Pedig az nem. Én mit csináltam? Én raktam ki indexet, aha. Jó, oké, gyerekek, figyeljetek, azt kellene csinálni, hogy behozzuk a Big Gun-t. Behozzuk a dupla kerekeset, és egy okosat húzunk vele. Alacsony sebességi fokozatba. Ez megvett, gyerekek, ez megvett ez a gép. Na. Gyerekek, megpróbáljuk egy manuál kettőbe, jó? Hogyha nem hallatok, akkor nem is dumálok, vagy nem tudom, mert kíváncsi vagyok, hogy az mit fog így húzni. Tempomat. Köpi a füstöt, öcsém! Azt a gyerekek! Ez jó! Ez megérte ez a mor. Az az érdekes, hogy nézzétek már meg, van egy hiba, hogy gyakorlatilag a belső kerekek azok rúgnak, a külsők azok gyakorlatilag mennek. Fuhú, hát ez jó nagy hiba. Nem volt egy hiba, ezt nagyon bánom. De kár.
Lehet, hogy csak külsők, akkor gyakorlatilag csak dekorációk. Hát ez nagyon kár. Nagyon kár érte. Ó, de kár érte, igen, el is rúgnak. És a külsők azok szerintem dekorációra minősülnek. Hát ez nagyon, nagyon rossz. Nagyon rossz! Hát akkor ennek, ja, itt vannak ám még csodálatos dolgok, gyerekek. Ennek sajnos, én azt mondom, hogy a sima szimpla kerekes verziója az egy élhető dolog, gyakorlatilag a dupla kerék az csak dekorációra. Ilyenkor veszik el a világdicsősége, gyerekek. Mert ez egy csodálatos jármű. Ez egy csodálatos jármű, csak egy ilyen miatt, tehát azért el tudok szomorodni. De várjatok, ennyit csinálok, hogy még lehet, hogy megpróbáljuk vele a legnagyobbat. Sziasztok lányok, bírjátok mi? International Harvester. Manuál váltó, tökölnem kell. Figyeljetek, egy tempomat öt. Az a bírni fogja szerintem. Ez ilyen jó kis haladós, ez jó, ez a sebességi fokozat. Mit húz ez, gyerekek? Mit húz? Pedig gyerekek, ez 120 köbméternyi cucc. Az előbb ugye, azon csak 80 volt. Én ezt nem bírom ki, gyerekek, ezt le kell kapcsolnom, megnézem, kíváncsi vagyok a 80 köböset. Ezt nem tudja elindítani. Most jó szittiprom itt a területet. Ez egy jó traktor, ezt ajánlom mindenkinek, ezt töltsétek, halljátok, ez nagyon coolos. Ez az baba! Tesó! Ez adja! Haj, de nagyon imádom! Jó, nem bírja felhúzni, de hogyha ezt a modot lehúzzátok, srácok, akkor semmilyen körülmények között. A dupla kereket ne vegyétek meg rá, hiába néz ki bedeszül, nem működik normálisan, és azt néztem egyébként, hogy konkrétan így átlátni a két kerék között. Ez a külső kerék, ez így nem kapcsolódik, hanem ezt egy ilyen dekorációnak is fel van pattintva. Letaposást azt megcsinálja, tehát így letiporja a földet. Viszont nem, szerintem ez abszolút nem kapaszkodik, hanem ez gyakorlatilag gurul a traktor mellett. Még egy dolgot kipróbálok, hogy ütközik-e tereptárgyakkal.
Jó, oké. Ugye nem is ütközik tereptárgyakkal, srácok, ugye ezt így meg is tudjátok vizsgálni, hogy ez csak gyakorlatilag ez dekoráció. Ez annyit csinál, hogy itt kurul mellette látvány, semmi, ez nem funkcionál, és ez nagyon szomorú. Viszont a simple kerekekkel azzal nagyon jól működik, sajnos a széleset nem lehet rárakni. De tök jól működik, meg iszonyat jó hangja van, kicsit ilyen Rabasteiger feelingje van, ugye? Nagyon-nagyon Rabasteiger feelingje van, főleg itt a hátsó szekciónak, hát meg az elejének is, minden már nem sok kell, hogy Rabasteigerünk is legyen a játékban. Jó srácok, leteszteltük ezeket a modokat, hát a kis traktorokat, amikor mindenképp egy ilyen kis kezdő gazdaságba, hogyha esetleg nagyon retrót akartok csinálni, akkor azt ajánlom. A kis klassz az kis kellemes, bár ahogy így néztem, annyi, hogy azért a poligon szám nem veri a zegeket, nézzetek, ott is elég olyan fura. Nem rossz, de talán igen, biztos lesz majd jobb is. A barkasz az is kis aranyos, viszont ez az International Harvester, ez szerintem ez engem megvett kilóra. Nagyon jó, a hangja borzalmasan jó, annyira visszaadja ezt a sorhat turbó hangot, hogy az őrület, tök jó van szinkronizálva is, tehát úgy értem, hogy amikor gázt adsz, meg amikor szenved, akkor nagyon-nagyon hörög, nagyon sipol, amikor ugye magas fordulatszámon van, tök jó. Azt mindenképp ajánlom, nagyon tetszik nekem ez a traktorocska. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok, várlak benneteket a következő részbe. Lesz majd kampány is, de egyelőre még szeretnék várni, és szeretnék egy-két modot letesztelni. Na gyerekek! Szerintem egy ilyen indexképpel el is búcsúzok tőletek. Jók legyetek. Sziasztok! Nem sziasztok!